Felfüggesztette Moszkva azt a megállapodást, mely lehetővé tette, hogy az Egyesült Államok és Oroszország ellenőrei kölcsönösen megtekinthessék egymás nukleáris fegyvereit. Az ellenőrzések lehetőségét a 2010-ben aláírt atomegyezmény biztosította a feleknek a 2026-ig tartó időszakra. A koronavírus járvány kezdetekor már átmenetileg felfüggesztették az ellenőrzéseket, most viszont úgy döntött az orosz külügyminisztérium, hogy nem is indítja őket újra. Moszkva azzal indokolta a döntését, hogy az amerikai szankciók megakadályozták az orosz ellenőröket, hogy a helyszínen tekintsék meg a fegyvereket. Kijev jelentései szerint az orosz hadsereg intenzíven bombázta a déli és keleti frontvonalat is. Donyeszk városának keleti felében pedig új offenzívát indítottak az orosz katonák. Eközben egy interjúban megszólalt a szakadár Donyecki népköztársaság vezetője Denis Pushilin is. Az orosz barát politikus elmondta, hogy a népköztársasági erők jelenleg északi irányba haladnak. Emellett arról is beszélt, hogy tárgyaltak Észak-Koreával. A tervük az, hogy az elfoglalt területeket az ázsiai ország segítségével építsék újjá. Mindeközben publikálta az ENSZ legújabb jelentését, melyben rámutatott, hogy a háború kezdete óta több mint 10,5 millió ember menekült el Ukrajnából. További két hajó hagyta el az ukrán kikötőket a tengeri exporttilalom feloldása után. Az egyik hajó közel 65 ezer tonna kukoricát szállít Dél-Koreába, míg a másik 5300 tonna napraforgót visz Isztambulba. A korábban kiengedett négy hajó már lehorgonzott Törökországban, és az átvizsgálásra vár.